Sziasztok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Ha valaki most a címet olvasta, arra gondolja, hogy egy nagyon-nagyon hasznos, tanulságos, önvédelmi előadást fog hallani, annak csalódást kell, hogy okozzak. Ugyanis, mint már több videóban elmondtam, nem voltam, és nagy valószínűséggel már nem is leszek harcművész, viszont látok, hallok akkora hülyeséget, hogy úgy gondolom, hogy ez megfelelő inspiráció nekem, hogy erről is beszéljek. Egyrészt ugye itt a YouTube-on, egyrészt különböző fórumokon olvasom, hogy valaki ilyen-olyan harcművészeti, önvédelmi oktatást tart, és ami igazából most úgy megihletett, az volt, hogy közvetlen környezetemben hallottam egy emberkétől, aki tudomásom szerint semmilyen harcművészetben, önvédelmi technikában olyan szinten, hogy ezt oktathassa, szerintem nem részesült, nem is hallottam róla, és azt arra figyeltem fel, hogy azt magyarázza ott különböző emberkéknek, hogy ő előadást fog tartani nekik kés elleni harcra való felkészülésre, a kés elleni védekezésre, késsel való támadás kivédésébe és annak kezelésére. És akkor én mély a döbbenettel álltam, hogy jól hallottam-e, hát igen, jól, és akkor beszéljünk erről egy picikét. Volt egy időszak az én életemben is, amikor meséltem arról, hogy gyakori volt, hogy az emberek úgy jártak szórakozó helyre, diszkóba, hogy szinte minden második palinál volt kés. Használni, szerencsére nagyon kevesen használták, igazából ugye ez divat volt, meg a férfiasság fokozására egy nagyon jó eszköz volt, hogy én is vagyok egy ilyen tökös gyerek, hogy kés van nálam. Mondtam, ezek a úgynevezett klipszes, patentos kések voltak, amit betűztek ide oldalzsebbe, és akkor ettel az ember saját magának, vagy mások ellen való férfiasságának az esetleges konfliktus helyzetekre való felkészülésére szolgált. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki valóban használta volna, van az ismerőseim között olyan is, de szerencsére neki is nagyon kellett. Tehát egy időben volt egy ilyen dolog, és akkor jött divatba ez a késsel való mászkálás. Ma már szerencsére nem sokan mászkálnak így, legalább látványosan nem sokan, tehát nem sok oldalzsebbe villogó klipszet látok. Nagyrészt az pénztartó vagy más eszközökre szolgáló, más célokra szolgáló eszköz. Viszont azért még mászkálnak emberek ezzel, azzal, és bizonyos helyzetekben előfordulhat az, hogy valakire kést ráncson. Ugye hallgatjuk hírekbe, látni újságban, különböző médiafelületeken, hogy megszurkáltak, megvagdostak valakit, és ugye ez ellen ugye rengeteg oktató videó, rengeteg, hát akár képzett, akár képzetlen harcművész próbál segítséget nyújtani. Na most azért ez is tegyük tisztába ezt a helyzetet. Mikor valaki odáig eljut, hogy szembe találkozik egy késsel, akkor szerintem nem az az első, hogy végigpörgeti az anyám, hogy miket tanultam én, hogy ezzel hogy kell védekezni, hanem ez is egy konfliktus helyzet. Ugye beszéltem itt a konfliktus helyzetekről, ha odáig eljutsz, hogy addig nem omlottál össze az azt felvevező üvöltözéstől, tehát felvezető üvöltözéstől, kiabálástól, az addig egy pszichológiai, pszichikai terrortól, amit alkalmaztak ellened, akkor te egy kicsit tökösebb gyerek vagy, mert általában ez a konfliktusokban már az elején, mikor ugye emelt hangon, fenyegetőzve, egymás édesanyját szídva, különböző nemi aktusokra való felhívással leoltanak téged a föld alá, akkor nem biztos, hogy te alkalmas vagy arra, hogy bármilyen dolog ellen védekezzél, legyen az akár egy pofon, vagy akár egy ököllelmét ütés, nem pedig egy kés ellen. Ugye a kés látványa maga is valahol, ugye kicsit azok ellen, akik nem szeretik ezt az eszközt, egy maga félelmetes, rengeteg embert ismertek ti is biztos, aki a konyhába előveszi a konyha kést, és felvágni kenyeret, vagy szalámit, bármit, akkor mindig mondja neki a pár, hogy vigyázz vele, éles, stb. Tehát a kés látványa egy olyan helyzetben, mikor nem a funkciójának megfelelően, tehát a funkciójára arra gondolok, hogy étkezéshez való felkészüléshez használják, a kés látványa nagyon sok emberbe félelmet kelt. Hát, ha még akkor, mikor ezt úgy érzi, hogy neki sérülést okozhat más által. Hát eljut ebbe a helyzetbe, hogy egy pszichai terror alatt
még plusz kés rántanak rá, nem igazán tudja, hogy mit csinál, és le fog bokkolni. És ilyenkor még azt, hogy mit tanult, hogy kell, mit kell ilyenkor cselekedni, ez nagyon nehezen fog az eszébe jutni. És akkor ugye megválaszolva a címre, ez a legfontosabb dolog, hogy hogyan védekezzek késes támadás ellen, amikor én jártam ilyen tanfolyamokra, mert ugye kellett különböző okok miatt, és nagyon felkészült emberek tartották, most ezt mindenféle irónia nélkül mondom, tehát valóban azok voltak, mindenki azzal kezdte, hogy ha van lehetőséged, akkor el kell futni. Ha szégyen, ha nem szégyen, ha tetszik, ha nem tetszik, mindent ott hagyva csapott pakot el kell futni. Főleg, ha látod az emberen, ugye a szemén, az egész viselkedésére látni, hogy használni is fogja. Akkor ha van lehetőséged, el kell futni. És ilyenkor nem azzal kell törődni, most kiröhögnek, nem röhögnek ki, azért az ember élete, testi épsége sokkal-sokkal többet jelent. Na most, ha nem tudsz elfutni, akkor azt szokták mondani, hogy vegyél magad elé valami tárgyat, akár egy széket, ha olyan helyen vagy, akár bármit, ha van nálad esernyő, azt és azzal próbálj védekezni egészen addig, még olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudsz futni. Ha már mindenképpen olyan helyzetbe kerültél, hogy nem tudsz elfutni, nincs nálad semmilyen tárgy, és nagyon nagy az esély, hogy meg fognak vágni, akkor tedd magad elé a kezeidet, biztos, hogy meg fogják vágni, de próbálj akkor is az egy-két vágás után olyan helyzetbe kerülni, hogy hagyd ott a helyszínt, és próbálj akkor is elfutni. Tehát ez az elfutás a legfontosabb, és ebben mondom, semmilyen szégyen nincs, ez a legfontosabb. Na most egy ilyen tanfolyamon nem azt szokták tanítani, hogy hogyan kell elfutni. Tehát ha van valakinek egy jó oktatója, akkor ezekkel kezdni, mindenképpen lehetőség szerint hagyd ott. És ezt maga az oktatók is azt mondták, akik tényleg nem egy papíremberkék voltak, hogy ők is ezt tennék. Ha már nem, akkor jönnek ezek a különböző technikát, amiket oktatnak, és azért azt tudomásul kell venni, hogy ezeken az oktatásokon ugye azt mutatják, hogy a szúrnak, a vágnak. Most ha látod valaki ilyen késsel való akciót, nem tudom máshogy nevezni, akár fölmentek a netre és különböző börtön szurkálásokra rákerestek, ez körülbelül ugyanaz, mint a bunyó élesben, meg a filmen a bunyó élesben. Tehát a filmen ugye marra szépen kivitelezett köréves rugások, ütések, ötször orrba basszák az embert, nem történik semmi, de most az éles bunyó, mint mondtam, teljesen más, egy nagy kapálózás az egész, nagyon-nagyon ritkán sikerül odáig eljutni, hogy valaki nagyon tisztán megüssenek, ha csak nem hirtelen plekniből lecsavarják, tehát ha mind a ketten bunyóznak, akkor az általában egy kapálózás lesz az egész, majd hirtelen valaki talál, nem talál, magas adrenalin szint miatt a fájdalmat se annyira érzed, aztán a végén meglátják az eredményt. Na most ugyanez van a szurkálásra is, azért az emberek nem úgy szúrnak, nem úgy vágnak késsel, ha valaki majd egyedül ezt használja, mint a filmeken, és akkor a aikido mester össze-vissza vezetgeti a kezét, eltöri a csuklóját, leviszi, tehát egy szúrás nem ez, egy vágás nem ez. Hanem hogy szoktak szurkálni, hát ha megnézitek, mondom, nem én találtam ki, egy ilyen börtönvideóban ugye van a kés, és marha gyorsan több helyen össze-vissza szurkálja az embert, amellyel ugye rengeteg vérveszteséget okoz, mellette eltalálhat életfontosságú szervet is, mellette ugye a fájdalom is rohadt nagy, tehát mindenképpen egy sokba viszi az emberkét, és ezáltal ugye eléri a célját, aztán, hogy mi lesz a vége, azt most hagyjuk. Tehát ez, amit ugye a tanfolyamokon tanítanak, hogy ide vezetem a kést, oda vezetem a kést, biztos, hogy működhet, ha az emberünk annyira hülye, hogy így szúr. Ha már visszafele húzza a kést, és vagdos vele össze-vissza, akkor biztos, hogy meg fogja vágni a kezedet, onnantól kezdve ugye ennek a fájdalom küszöbe, fájdalom értéke nagyon-nagyon magas, és nem biztos, hogy utána is tisztán tudsz gondolkodni, mit hol vezessél. Nem azt mondom, hogy ezeknek a tanfolyamoknak nincsen értelme, mert biztos, hogy pszichikailag felkészít dolgokra, és biztos, ha olyan helyzetben vagy, hogy nem tudsz elfutni, nem tudsz semmit sem magad elé venni, nem tudod a kezédet is úgy használni, hogy kéne, lehet, hogy meg tudod úgy fogni azt a kést, a csuklót, stb. Ezt alkalmazva megoldod ezt a dolgot, de erre nagyon picik az esély. Szerintem ilyen 1% alatt mérhető az esélye, főleg ugye, mert a stressz helyzet miatt nem is tudsz igazából gondolkodni. Tehát amikor ezt halljátok, hogy valaki meg fog titeket tanítani kés elleni védekezésre, akkor inkább mosolyogjatok egy jót, és inkább vehetek egy futógépet, vagy ha más nem a mozgás, meg az érdekesség kedvére el lehet menni egy ilyen tanfolyamra, de maga az életszerűsége azért nem nagyon valószínű. Na, ez az én véleményem, biztos sok oktató ezt máshogy látja, meg kell nézni egy-két izraeli oktatófilmet, mondjuk a neten itt is találtok a YouTube-on, ahol megmutatnak pár emberkét, aki nem nagyon tudja használni a kést. Hát ha ezzel valaki védekezik puszta kézzel, akkor én is meg fogok tanulni helyből hátraszaltót ugrani.
de nehéz dolog lesz, már nekem is a hátraszaltó meg ez is. Tehát necces, hogy melyik menne könnyebben, hogyha valaki tudja használni a kést, meg ha nem is tudja használni a kést, akkor is, hogy az hogy lehet pontosan úgy kivédeni, hogy ti a filmekben látjátok. Tehát hangsúlyozom, én azt mondom, meg ha megkérdeztek egy-két nevesebb oktatót is, hogy maga mondjuk egy vizsga kedvéért, az érdekesség kedvéért, azáltal, hogy mondjuk talán egy konfliktus helyzetben szokta a késnek a látványát, arra talán megfelelőek ezek a dolgok, de ha mondom, ha felkészült az oktató, akkor is azt fogja mondani, hogy ne menjél bele, mert mindenképpen meg fognak vágni, ha te ott maradsz. És ha már szereztél egy sérülés, mint ahogy mondottam, különböző fájdalom, sok vérlátványa miatt, nem biztos, hogy te utána is ezt végig tudod gondolni, mit kéne csinálni, mit nem. Tehát szépen rakétákat begyújtani, aztán sprint. Ha meg olyan emberrel találkoztok, aki azt mondja, hogy ő már pedig bármilyen késes támadást képes kivédeni, akkor nyugodtan vedd elő anyukát 35 centis konyha kését, és akkor mondd meg, hogy próbáljuk meg, teszteljük le a dolgot, nem foglak megszúrni, csak itt kapálózni fogok előtted, hát kíváncsi leszik az ember, hogy fog belenyúlni, vagy mit csinál akkor. Szerintem lehet, hogy azt mondja, hogy inkább lemondaná ezt a tanfolyamot. Tehát urak, ne talántán hölgyek, azért mondom, hogy tessék egy picit elmenni konditerembe, és nem a súlyzókkal törődni csak, hanem felmenni a kardió részre, és picit futni. Aztán azt kívánom mindenkinek, hogy ne legyen része egy ilyen sztoriba. Idáig nagyon-nagyon kevesen jutnak el, ha csak nem különböző tudatmódosítószerek hatása alatt vannak, hogy késráncsanak. Addig meg, hogy használják még kevesebben, viszont van rá példa, tehát ha ilyet láttok, sőt, ha mások ellen használják, akkor is lehetőség szerint maradjon, rendőrt kell hívni. Ha megszúrtak valakit, megvágtak valakit, és az ember elment onnan, akkor segíteni kell neki, aki ott maradt ugye áldozatként. De az, hogy te ebbe beleszóljatok és eljátszátok a harcművészt, ha csak hirtelen nem sikerül egy baseball ütőt, vagy egy széklábat, egy asztallábat kerítened a közelből és hátulról, fejbe csapod az embert, aki szurkálni akar, és mondjuk ez összejött, azon kívül nem kell beleszólni, mert rá fogtok ti is baszni. Ha tetszik, ha nem, ez messze nem a hősiesség kategória, hanem a hülyeség kategória, de én azt kívánom mindenkinek, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!